A jókegy förgeteg, s helyére ült a döbbent némaság. Köröttünk már az élet csörtetett. Ó, ifjúi szent megjótanodás, komoly nagy fény, hős férfiú szerep, emléketek ma is milyen csodás. Hős harc az élet, és megélni szép. Ha hozzáadzik tüzes szív kohók, ifjú vitézlők lengetek szívét. Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz. S szent figyüket így folytatják tovább. Én iskolám, köszönöm most neked, hogy az eljött élet csaták között volt hozzám mindig vígüzeneted. Táplálta tovább bennem az erőt, szeretne az embert is küzdeni, sűnálni meg Isten, s ember előtt. Június van, s nagyon magam vagyok, s kísértenek éltem árnyai, s az elbocsátó iskolapadok. S én, vén diák, szívem fölemelem,
s így köszöntöm a mindig újakat, föl-föl, fiú, csak semmi félelem. Ez a föld, veled mégis ébred már. Gondok finarad, hogy tört a képzeletben szállhatnál. Ballagási ünnepség keretében köszönnek el a 8. évfolyamosok az iskolától, iskolatársaktól, az őket tanító tanároktól. Kedves ballagó 8-osok! Életutunk során számtalan alkalommal zárunk le egy-egy fejezetet. Nagy várakozással, vágyakozással tekintünk előre, mielőtt valami újba kezdünk. A ti életetekben is előfordultak már ilyen állomások, és bizonyára lesz is még jó néhány. Ilyen volt 8 évvel ezelőtt az iskola kezdés. Emlékszünk arra a napra, amikor a nagyobb kezét fogva megérkeztetek az iskolába, megszeppenve, kicsit félve. Persze, azért akkor is volt, aki izget mozgott az évnyitó ünnepségen, sőt, olyan is, aki el se akarta engedni anyu kezét. Az addigi nagy szabadság volt egy kötött, sok szabállyal rendelkező, nagy és ijesztő rendszerbe kellett beilleszkednetek. Sokat tanultatok már addig is, de a megszerzett tudásról az iskolában már számot is kellett adnotok. Ezek a fordulópontok nem csak a ti életetekbe, hanem szüleitek életébe is ugyanolyan nagy jelentőséggel bírtak. Azt is el kell azért mondanom, hogy ritka a évfolyam vagytok. Addig még soha alsó tagozatos gyerek nem járt annyiszor az irodámba, mint közületek néhányan. Persze később sokan visszatértek, csekkolni a berendezést, változott-e valami, apró cseprő ügyek miatt el lehet beszélgetni. De hát tegnap hallhattuk a videám búcsúzásotokon, mennyi élmény gyűjtöttetek a 8 év alatt mindenhol. Sokan vagytok sokfélék. Kinek mi az erőssége? Van, aki a tanulmányaiban szorgalmas, igyekvő, van, aki a versengő típus, van, aki a művészetek iránt, vagy a sport iránt érdeklődik, abban ügyesebb, van, aki a családját támogatja, mind a hányan másak vagytok. A mögöttünk levő 8 év nektek szinte egy exatlon pálya, ahol sokféle akadály nehezítette a célba jutásotokat. Ti pedig, halljuk meg, olykor furcsa bajnokok voltatok. Sokféle akadály közül volt, aki válogatott, volt, aki mindegyiket le akarta küzdeni. Sokan ellenálltak, vagy éppen lusták voltak. Míg mások szenvedélyesen hagyták maguk mögött az újabb és újabb kihívásokat. Néha egymást is hátráltattátok. Nehogy már, te se csinálsz, nekem semmi kedve. Ismerős. Ugyanakkor a tegnapi osztályprodukciókkal megmutattátok kreativitásotokat, összetartásotokat. Ez a sok-sok kihívás vezetett benneteket oda, hogy a végső megmérettetésen sikeresen vettétek az akadályt. Akkor már látszott, hogy az addig befektetett fáradtság nem volt hiába való. Se szeri, se száma azoknak a versenyeknek, ahol az évek során részt vettetek. Ebben a tanévben is csak 7 álltak helyt megyei szervezésű tanulmányi versenyen. Néhányotokat szeretnék kiemelni. Mercsike második, míg Anna negyedik lett a megyei Gárdonyi Géza Szép Magyar Beszéd versenyen. Bálint harmadik, Szilárd pedig negyedik lett a logikai játékok versenyén. Enikő második lett a Hevesi Kölcsei nyelvű versenyen. Bogi országos 16. lett asztali tenisz diák olimpián. Gratulálok ezekhez a szép eredményekhez.
királyné Havasi Adrien, nagyné Asztalos Judit, pocokné dr. Bocsi Orsolya, Szeredi Diana, andainé Tóth Pál Éva, benkéné Ladislai Carmen és Kónya Adrien. Kiemelkedő magatartásáért és szorgalmáért elismerő oklevélben részesül Csala Vivien 8. B-osztályos tanuló. Savonyi Teleki Blanka általános iskola jó tanulója, jó sportolója ebben az évben Király Anna és Veres Maja 8. A-osztályos tanuló. Savonyi Teleki Blanka általános iskola kiváló diákja 2023-ban Pocok Melinda 8. A-osztályos tanuló. Ezelőtt, amikor először jöttünk az évnyitóra, még nem gondoltam, hogy ilyen hamar elrepül ez a néhány év. Egyszerű, de általános igazság, hogy egyszer minden véget ér. Akár akarjuk, akár nem. Ezt a napot ballagó társaim nevében is mondhatom, mindannyian vártunk. Amikor utoljára szól majd nekünk, és csak nekünk a csengő. Amikor nincs több tanulás, vár a vakáció ezer kalandja. Amikor büszkén vallhatjuk magunkat, már majdnem középiskolásnak, igazán nagynak. Kedves osztályfőnökeink, tanáraink, köszönettel tartozunk Önöknek. Köszönjük a törődést, a türelmet, a szeretetet, azt, hogy sok mindenre megtanítottak bennünket. Szemet hunytak kisebb csíntevéseink fölött, bocsássák meg nyögdítselő feleleteinket, olykor erősen hiányos dolgozatainkat. Mi voltunk a hibásak, nem készültünk, nem vettük komolyan a feladatunkat. A magam részül is elmondhatom, tehettem volna többet. Kezdtünk mindannyian, hogy nem volt szavunk. Egyikünk se kérte, mégis mind itt vagyunk. Picin magból kikeltünk, mint nyíló virág. De a hány ember annyiféle csodálatos világ.
mit miért teszünk. Megpróbáljuk megérteni a természet szavát, de a hány ember annyi féle csodálatos világ. Mindannyian mások vagyunk, bár egyben másban hasonlítunk. Mindannyian búcsúzunk attól, aki minket éveken át jóra intett, tanított, s védett, hogyha kellett, így cseperedtünk szíve mellett. Mennyi apró és nagy viharban vitt minket féltve, szinte karban, lelkünket mentve, fedve sokszor, óvott jövendő záporoktól. Apró gyermekként még remegve léptünk be ebbe az épületbe, s most úgy megyünk el, hogy az élet titokból tiszta törvényé lett. Bárhová nézünk, most már minden úgy villan vissza szemeinkben, ahogy jó pár éves múltunk alatt azt itten megtanultuk. Feledheti anyját a gyermek? Álmából új életre kelnek, s öregkorban is fényben állnak gesztusai elmúlt szavának. Épp így mi is már mindenképpen, magunkba zárva, rejtve szépen, visszük azokat, kik szeretnek, s emlékét derűs reggeleknek. S pajzsként emeljük, hogyha zordul, kínoknak kardja ránk csikordul, mert az a pajzsunk, az a vértünk, mit itt tanultunk, s végigéltünk. Drága szüleink, köszönettel tartozunk nektek, hogy mellettünk álltatok. Lehetővé tettétek nekünk, hogy ebbe a nagyszerű iskolába járhassunk. Nem lehet elég egyszerű köszönöm, vagy hogy hálás vagyok. Ezeknél sokkal szebb szavakra lenne szükség. De hogy mit szeretnénk megköszönni? Apa, neked azt, hogy mindig megnevettettél. Anya, neked azt, hogy sohasem kételkedtél bennem. De ezen kívül ezernyi apró mozdulatot, mosolyt, ezernyi készfogást, ölelést, amelyek nélkül nem állhatnánk most itt. A mai nap számotokra is egy mérföldkő, hiszen gyermeketek életében lezárul egy szakasz. A félénk, csetrőbotló kisgyermekből középiskolás lesz, és még nagyobb feladatok állnak majd előtte. Már nem foghatjátok a kezünket, de tudjuk, hogy szeretetetek, aggódásotok, türelmetek mindig elkísér bennünket. Kedves hetedik osztályosok! Köszönjük, hogy a mai reggeleteket ránk áldoztátok. Gondolom jobb elfoglaltságot is találtatok volna. Nagyon jó érzés volt látni a szépen feldíszített tantermeinket, a gondosan elkészített világjáró batyukat és virágokat. Jövőre ti örülhettek mindennek. Sok közös élmény köt össze bennünket, köszönjük az együtt töltött perceket! Egymással, ha feltörtek a lányok, de békés véget ért a vívódás. Kibeszéltek, kibeszéltük így, kibeszéltél váltuk, akik kívül álltak rajtuk sokszor már. Hát ne felejtj el, hisz ezek voltunk, néha az idegek táncoltuk. Csatáztunk a békét, de így szintén.